Az egykori Szentgyörgynapi állkihajtáshoz kapcsolódó rendezvényen felelevelintették a pásztor élet hagyományait. A szakmai érdeklődők 17 kiállított lyuk kollekciót tekinthettek meg. A birkanyíró versenyen 19 résztvevő csatogtatta az ollóját, a fák hűvösében pedig mintegy 100 főzőcsapat igyekezte elkészíteni a nap legjobb birka pörköltjét. A rendezvény fényét kézműves kiállítás és mezőgép bemutató is növelte. 15 kézi nyírunk van és 4 gépi nyírunk, annyi jelentkezett be is, ezek meg is jelentek, úgyhogy csinálják is aktívan az emberek, jó haladunk a nyírással, jó minden. Jó az idő, kedvez ránk most, úgyhogy így minden jó egyelőre. Fárasztó a nyírás? Hát egy kicsit fárasztó. Nem olyan könnyű munka, de azért megszabadítani a birkát, a gyapjútunk, már most már melegük van. Maga mióta nyírja birkákat? Már most egy 10 éve jövök versenyre. Amúgy évközben nyír birkát? Igen, otthon van egy 40-50 darab, attól függ, van eladva, nincs eladva, azt a tegyelő szoktam megcsinálni. A rendezvényre Vajdaság számos helységéből érkeztek résztvevők, csak Muzsjáról 30-an jöttek. Muzsjá, hogyan főzik a birka paprikást? Hát a birka paprikást mindig csak egyféleképp lehet főzni, tűzön, ami azt jelenti. Jó, főzzük, mink is, ahogy mondják, így is, meg úgy is. Van birka pörkölt, meg birka paprikás. Ezek egy különbség van. Mi most jöttünk idén először. Nekem nagyon tetszik, a gyerekek föltalálják magukat. Nagyon érdekes nekik, hogy nézhetik, hogy nyírják a birkákat. Ugye láttak itt juhászkutyákat is, az is nagyon tetszik nekik. Hát jól érezzük magunkat. A Birkanyíró Fesztiválról készített bővebb összefoglalót a jövő vasárnapi Barázdában nézhetik meg.